A televízió ügyvezetője 2015-ös beszámolójában elmondta, hogy a cég az előző évéhez képest 10 millió forinttal többből gazdálkodhatott. Ez annak volt köszönhető, hogy pályázatokat nyertek el, emellett a helyi vállalkozókkal és cégekkel kötöttek szerződést, így reklámbevételeik is megnövekedtek. Ebből a pénzből első lépésként létrejött egy jól átlátható, bárki számára elérhető attraktív honlap. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az arculatváltás, a régi műsorok újragondolása és az új műsorok elindítása. Egy pályázatnak köszönhetően heti 5 alkalommal tudunk hétfőtől péntekig híradót gyártani közel 20 percben. Emellett megújult a Társalgó című magazin műsorunk, míg 2014-ben összesen 6 darabot sikerült gyártani, addig 2015-ben az új stábbal már 46 darabot gyártottunk le. Ezen kívül vannak új műsoraink, megjelent a palettán a Hírháttér magazin, a gasztronómiai magazin, persze mindemellett az egészségügyi magazin is megsokszorozódott, minden hónapban láthattak a nézők egészséggel kapcsolatos témákat, illetve az élő közvetítések is megmaradtak, ahogyan a sportközvetítések is. Az omladozó falak közül a televízió a képviselőtestület támogatásának köszönhetően őszre elköltözhetett új helyére. Itt ma már ideális körülmények között folyik a műsorgyártás és a szakmai munka. Az ügyvezető tájékoztatott arról, hogy egészségügyi magazinjukat országos első helye jutalmazták, és hogy két kollégájuk Brüsszelben vehetett részt sajtólátogatáson, valamint hogy a jövőben is fontosnak tartja a szakmaiságot. A technikai felszereltséggel és műszaki állapotokkal kapcsolatosan hozzátette, bízik abban, hogy az idei 34 millió forintos önkormányzati támogatással, valamint pályázati és reklámbevételekkel a jövőben ezt is tudják majd fejleszteni. Végül elmondta, hogy terveik között több élő közvetítés is szerepel.